Tisztelettel köszöntök valamennyi résztvevőt, egyetemi vezetőket, bíró kollégákat, alkotmánybírókat. Tisztelettel köszöntöm a Martonyi család jelenlévő tagjait. Három minőségemben is jelen vagyok, mint a kar egykori hallgatója, aki egy biológia 4-es és egy rajz 4-es érdemjegyből kifolyólag lemaradt a subauspicies doktorálvatásról, így egy felsőoktatási tanulmány érdeméremmel kellett vigasztalódnom a színkitűnő szegedi jogikari bizonyítvány mellett. A közigazgatási bíráskodás kutatója vagyok másodrészt, tehát 93-ban majdnem ketten lettünk, de csak majdnem, mert ügyetlen a kezem, és ezért nem lehetek gyűrűs doktor. Szóval a közigazgatási bíráskodás kutatójaként is jelen vagyok, valamint a kúria elnök helyetteseként. Egyben a kúria közigazgatási kollégiumában dolgozó, röviden közigazgatási ügyszakos bíró. Ez a kifejezés már önmagában is a maga összetettsége folytán mutatja, hogy nem biztos, hogy minden rendben van magyar közigazgatási bíráskodás szabályozása körül. Az alábbi címszavakról szeretnék a felkérés alapján röviden beszélni, milyen a magyar közigazgatási bíráskodás állapota, miként vonhatók le vagy levonhatók-e a magyar közigazgatási bíráskodás 3 évtizedének tanulságai, és végül mit szólna mindehhez Martonyi János. Én ezt az utóbbi kérdést nem egyszer és nem csak most teszem föl. Ha röviden szeretnék az utóbbi kérdésre válaszolni, egészen biztosan nem örülne, és nem halmozná el dicsérő szavakkal sem a jogalkotót, de talán a jogalkalmazókat sem, és talán a jogtudomány művelőihez is lenne néhány szava. A közigazgatási bíráskodás a magyar igazságszolgáltatás és a magyar igazságszolgáltatás reformjainak mostoha gyereke. Ez a kiemelkedő jelentőségű, alapvető szereppel bíró jogállami alapintézmény volt idős Martonyi János tudományos érdeklődésének szeretett középpontja, mondhatni szellemi édesgyermeke. Igen, szeretett érdeklődési területe volt, mert nem csak kutatta, nem csak elemezte, és nem csak írt róla, hanem nagyon szerette is, vagy más szavakkal szenvedéllyel viseltetett iránta. Ezt nem lehet nem észrevenni, elég csak néhány oldalt elolvasni ide vonatkozó alapmunkáiból. Annak ellenére, hogy jelentős részben olyan időben gondozta ezt a témát, amikor a közigazgatás, államigazgatás fölötti bírói kontroll a maga igazi, valójában és erejében nem volt megvalósítható. Egy látszatintézmény volt, egy szinte lényegtelen államigazgatási eljárásjogi jogorvoslati eszköz. Sajnos alapjellemzői is ebben a korban rögzültek, ekkor került a polgári perrendtartás speciális perekről szóló fejezetei közé, és ekkor alakultak ki eljárásjogi alapjai. Martonyi János legfőbb tanításának röviden összefoglalható lényege a közigazgatási bíráskodást illetően az, hogy az mindig, ahogy az imént elhangzott Balogh Remélt professzor úrtól is, mindig a szervezet, a három értelemben is felfogható hatáskör, és az eljárás, a per komplex és egymásra mutató elemzése útján vizsgálható csak. Mindezt kiegészítve az alkotmányos háttér az alkotmányos alapok vizsgálatával, amely összehasonlító jogi elemzések nélkül nem lehet teljes. Nézzünk néhány megállapítást a közigazgatási bíráskodás szervezetére nézve, néhány villanást. Ezek közül a legélesebb villanás, legalábbis a közigazgatási bíráskodásban dolgozó magyar bírók szemében bizonyára a 2018-as fény, amely úgy tűnt, mintha a közigazgatási külön bírósági szervezet bevezetését elérhető közelségbe hozta volna, hiszen 2018-ban az alaptörvény módosításával létrejött alkotmányos szinten a közigazgatási különbírósági szervezet, megszületett a végrehajtásáról szóló két törvény, megindult a szervezése a különbíróságoknak, majd jött a következő villanás 2019-ben, akkor még úgy tűnt, hogy határozatlan időre elhalasztja az országgyűlés a bevezetését, majd kiderült 2019 évvégén, hogy végleg kikerült a külön bíráskodás minden lehetséges válfaja magyar alaptörvényből. Ezt azért mondom, hogy minden lehetséges, hogy zárójelben megjegyezhessem, hogy a bírósági végrehajtói fegyelmi kamara, a közjegyzői fegyelmi bíróság és a bírák szolgálati ügyeivel foglalkozó szolgálati bíróság külön bíróságként úgy működik 2019. december 13-a óta, hogy azt az alaptörvény már nem teszi lehetővé. A bevezetés elhalasztásának a módja még élesebb villanás lehetett, hiszen miután az érintett bírák 2019. április 15-éig megtették személyes nyilatkozataikat, hogy vállalják az új szervezetben való részvételt, az
a rendszer bevezetését követően egy külön törvény ezeket a jognyilatkozatokat érvénytelennek nyilvánította. Azóta is gondolkodom ezen, hogy vajon milyen érvénytelenségi ok egy fennálló érvényes és hatályos törvény alapján történő nyilatkozattal kapcsolatban milyen érvénytelenségi ok keletkezett később. Azt is tudni kell, hogy a közigazgatási különbírósági rendszer bevezetése elsősorban a bírósági igazgatás reformját kellett, hogy szolgálja, kellett volna, hogy szolgálja, hiszen a törvényekből nyilvánvalóvá vált, hogy az külön bírósági szervezet külső igazgatását nem az Országos Bírósági Hivatal végezte volna, és azt nem az Országos Bírói Tanács felügyelte volna, hanem az igazságügyi miniszter kapta volna vissza, vagy kapta volna meg a külső igazgatási jogköröket, igaz, külön bírói tanács alakult volna az ő munkájának felügyeletére. 8 közigazgatási törvényszéket hoztak volna létre ezek a törvények. Annak ellenére, hogy Magyarországon 20 megyei bíróság törvényszék működik, tehát már akkor látható volt, hogy 12 megye kimaradana a közigazgatási bíráskodásból. Ezeknek a székhelye és az illetékességi területe egyébként rögzült a korábbi regionális kollégiumokkal. Az, hogy a közigazgatási bíráskodás első vagy alsó foka egy ilyen méretű és ilyen szerencsétlen történelmi helyzetű országban, mint Magyarország, ahol jelentős területek, városi régiók kerültek a határon kívülre, nagyon nehéz megszervezni. Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés, ez Martonyi János egyik munkájából is kiderül. Magyari Zoltán egyetemi tanári működésének 10 éves évfordulójára kiadott emlékkötetben van egy hosszú elemzése az elsőfokú, alsófokú közigazgatási bíróságokról. Mai napig ez a legteljesebb elemzés ennek a kérdéskörnek a szempontjából. Tehát, hogy megyénként, két megyénként, táblai szinten bíróság legyen, ne bíróság legyen, félig meddig bíróság, hogyan érvényesüljön benne a közigazgatási elem, miképpen hasson benne az igazságszolgáltatási függetlenségnek a garancia rendszere, egy rendkívül alapos tanulmány, mint ahogy mindegyik. A közigazgatási felsőbíróság sem jött tehát létre, mely Esztergomba költözött volna, és így nem kell nap mint nap azzal szembesülnünk, hogy egy legfelsőbb bíróságot miért felső bíróságnak hívunk. Ma 10 bíróság vesz részt a közigazgatási bíráskodásban Magyarországon, a Kúria 2022. április 1-e óta 9 év kihagyással ismételten az fővárosi ítélőtábla és 8 törvényszékek közigazgatási kollégiumai. 2019-20 év végén a félbehagyott vagy be nem fejezett közigazgatási különbírósági szervezetrendszer eljárásjogi következményeit a rendes bírósági szervezet, ezen belül a kúria viselte, vegyes bírósággá tette ez a törvény a kúriát, amilyen vegyes bíróság lett volna a közigazgatási esztergomi felsőbíróság. Elsőfokú, kúria elsőfokú ügyekben eljár, fellebbezési ügyekben és felülvizsgálati ügyekben jár el 2020-tól. A fellebbezési ügyek 2022-ben kerültek a fővárosi ítélőtáblára, így a kúria immár csak első és legfelsőbb szinten, felülvizsgálati szinten jár el közigazgatási ügyekben. A törvényszékek közigazgatási kollégiumai mutatják azt a rendkívüli területi és elérési aránytalanságot, amely szerintem nehezen tartható, fönn vagy nehezen magyarázható. 12 vármegyében nincs közigazgatási bíráskodás, a többiben sem olyan nagyon sok, hiszen az ügyek száma folyamatosan alacsony. Mindez a rövid villanásszerű kép, hogy állunk szervezeti szempontból, szinte egyenes következménye annak, hogy 1989-90-től a kísérletezés terepe a közigazgatási bíráskodás. Hogy melyik bíróság legyen, elsőfok járásbíróság, székhelyi járásbíróság, megyei bíróság, legyen fellebbezés, ne legyen, azt kibírálja el, hogy milyen kizárólagos illetékességek legyenek, és így tovább. Mi a helyzet a munkaügyi bíráskodásra, mert 2000. március 1-től de facto közigazgatási különbíróságként működött, hiszen a társadalombiztosítási közigazgatási ügyek, munkavédelmi, munkabiztonsági közigazgatási ügyek, bírósági felvizsgálatát a munkaügyi bíróságok végezték részben a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint. De talán a szervezeti szempontból legnehezebben megválaszolható kérdés, hogy vannak-e Magyarországon közigazgatási bírók. Így nevezzük magunkat röviden, de valójában közigazgatási ügyek intézésére kijelölt bírók vagyunk. Ez a bírósági jogállási törvény szerinti hivatalos elnevezés, tehát sem közigazgatási bíróságok, sem közigazgatási bírók Magyarországon nincsenek, mert ez a kijelölés az azt jelenti, hogy egyéb bírói feladatok, egyéb ügyekben való ítélkezés mellett közigazgatási ügyeket is
intézhetnek az ilyen kollégák. A hatásköri kérdésre röviden rátérve, ez az ő elemzései szempontjában mindig is a kérdés középpontjában állt, ez a döntő kérdés, hiszen itt dől el, hogy milyen fajta ügyek tárgyi értelemben véhetők bíróság elé, abban mit vizsgálhat a bíróság, tehát vizsgálati értelemben vett hatáskör, és milyen döntést hozhat. Ugye itt két klasszikus kérdés merül föl, az egyik, hogy vizsgálhatja-e a közigazgatási mérlegelést, a bíróság ezt szerencsére erre a válasz pozitív, ezt nem csak a bírói gyakorlat, most már az eljárási törvények is megerősítik, és hozhat-e megváltoztató döntést a közigazgatás ügyekben eljáró bíróság. Ezzel kapcsolatban sok félreértés szokott volt lenni, talán a legkomolyabb az volt, amikor 2016-17-ben készült a jelenlegi közigazgatási perrendtartás, mely főszabályát tette volna a bíróság megváltoztatási jogkörét, hogy ebben rendkívüli kockázatok vannak, mert még esetleg tényleg meg tudják változtatni a közigazgatási perbe vitt határozatot az eljáró bíróságok. Ez egyébként olyan időszakban hangzott el, amikor minden adó és pénzügyi perben létezett megváltoztatási jogkör, választási ügyekben megváltoztatási jogkör mindig is létezett. Tehát ha rá lehet bízni a választási ügyekben eljáró bíróságokra, hogy megmondják, hogy ki a mandátum, akkor lehet, hogy rá lehet bízni a hasonló komolyságú vagy nehézségű ügyeket, de ezzel kapcsolatban volt egy visszafogottság, és a 2020-as eljárásjogi reform megváltoztatási jogkört azt lényegében visszacsinálta klasszikus kasszatóriós megsemmisítési jogkörré. Talán mennyi időm van még, hadd kérdezzem meg, professzor? 5 percem van? Ó, de jó, hát az egy örökké valóság. Hát akkor sok mindent nem fogok elmondani, amit szerettem volna, de koncentrálok akkor néhány mondatra, amit szerintem fontos hallani és mondani. Eljárási szempontból hogy állunk? Talán azt lehet mondani, hogy itt a legnagyobb a látszólagos siker, hiszen közigazgatási perrendtartás alapján dolgozhatunk 2018. január 1-én a Magyar Közigazgatási Bíráskodásban. De ez csak látszólagos, ez a siker, mert ez a perrendtartás nem önálló, nem autonóm, nem különálló perrendi szabályozás. Annyiban talán örülhetünk, hogy nem a polgári perrendtartás egy speciális pertípusa a közigazgatási per, de ha megnézzük, hogy a közigazgatási perjog hány százalékban áll a PP szabályaiból, ez több mint 60%, és körülbelül 40%-ot adnak ki a közigazgatási perrendtartás saját szabályai. Ráadásul rendkívül nehéz nem csak alkalmazni, hanem tanítani is igen nehéz, és megértetni kedves hallgatókkal azt, hogy vannak a közigazgatási perrendtartásnak saját szabályai, vannak részben eltérő szabályai, amelyekkel együtt kell alkalmazni a polgári perrendtartás szabályait, természetesen a közigazgatási perrendtartás céljaihoz igazodóan megfelelően. Nem megyek bele részletekbe, de van jó néhány eljárásjogi jogintézmény, ahol kérdőjeleket lehet rajzolni, hogy vajon melyik mondatokat kell alkalmazni a polgári, melyeket kell a közigazgatási perrendtartásból, és mit jelent az, hogy megfelelően alkalmazni. Ehhez képest tűnik talán érdekességnek az, hogy a választási bíráskodás eljárási szabályai mai napig a régi polgári perrendtartás közigazgatási perjogi szabályra utalnak 2023-ban. Most már bent van az országgyűlés előtt egy törvényjavaslat, amely ki fogja cserélni ezt az utalást a közigazgatási perrendtartásra, és ennek örülni kell. A közigazgatási perrendtartás hatályba lépés után 5 évvel örülni kell annak, hogy hozzáigazítják a választási eljárási szabályokat a tételes joghoz. Talán még annyit említeni, hogy a közigazgatási perjog jelentősége rendkívül nagy, hiszen a közigazgatási per általános rendes jogorvoslati típussá vált, rendes tegyük idézőjelbe ebből a szempontból. A közigazgatási fellebbezés eltűnőben van, bizonyos eljárás fajtákban áll csak fönt, tehát a közigazgatási per az általában igénybe vehető jogorvoslat. Ehhez képest a per megindítása rendkívül nehézkes, ehhez képest 12 megyében nincs elérhető, ugye itt nincs ügyvédkényszer, ez egy közigazgatási jogorvoslat, nincs elérhető közigazgatási bíróság. És azt is tudni kell, hogy a közigazgatási per, mint jogorvoslati eszköz, törvényességi felvizsgálatot biztosít, de alapvetően emögött mindig az érintett jogalanynak az érdeksérelme áll, ő szeretne egy másik döntést, ami kevésbé terhes, ami több jogot ad, ami nem vesz el jogot, vagy a másiknak nem ad jogot, ami nekem sérelmes vagy terhes, tehát mindig egy érdeksérelem áll. Ha a fél
magánszemély vagy jogi személy könnyebben meg tudja ezt az érdeksérelmet, könnyebben tudja az érdeksérelmet orvosolni, az érdekvitát oldani, akár egy új közigazgatási eljárás indításával, akkor nem fog pert indítani, és ez ékesen látszik a számokból. A közigazgatási bíráskodás vizsgálata és elfogulatlan értékelése komplex látásmódot és kiegyensúlyozott tudást igényel, erős alkotmányjogi hátteret, megfelelő jogtörténeti felvértezettséget, a közigazgatási eljárási, de főleg a közigazgatási anyagi jogi szabályok beható ismeretét és végül elegendő polgári perjogi tudást. Az itt felsorolt tudásoknak Martonyi professzor úr mindegyikének birtokában volt. Ezért lehetnek ma is iránymutatóak korábbi írásai. Kérem, engedjenek meg, hogy én is idézzek röviden egy levélből, ezt a levelet én írtam a jelenlévő Martonyi Jánosnak 21 esztendővel ezelőtt, amikor elkészítettem doktori disszertációmat egy kis könyvet belőle, és elküldtem a könyvet professzor úrnak, mert már az édesapjának nem tudtam elküldeni. Ebben én ezt írtam, ezzel kívánok tisztelegni az ön édesapja néhai Martonyi János professzor emléke előtt, aki engem fiatal koromnál fogva nem tanított a Szegedi Egyetemen. Az ő munkássága azonban megkerülhetetlen a magyar közigazgatási bíráskodás témakörének kutatásakor. Máig eleven hatnak megállapításai, stílusa, alapossága egészen egyszerűen lenyűgöző, még fiatalkori munkáiban is. Én 1995 óta foglalkozom magyar közigazgatási bíráskodás helyzetével, sorsával. Miközben végig úgy éreztem, hogy ezzel a kolozsvári gyökerű témával Trócsányi László munkáját is folytatom, de számomra Martonyi János volt, akit leginkább igyekeztem követni. Nagyon sokszor merült föl bennem, hogy vajon az adott kérdésről mit írna, hogyan ítélne meg egy-egy szerencsésebb, vagy leginkább éppen kevésbé szerencsés jogalkotói megoldást. Egészen biztosan nem örülne, és nem halmozná el dicsérő szavakkal sem a jogalkotót, sem a jogalkalmazókat. Talán a jogtudományhoz is lenne néhány szava. Én mindig abban a reményben veszem a kezembe a tollat, amikor a közigazgatási bíráskodásról írok, hogy elégedett lenne az olvasottakkal. Én remélem, hogy ezzel a rövid előadással is elégedett lenne. Köszönöm szépen a figyelmet!